Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. 200 millió forintos fejlesztés, átadták az új egységet a PTE klinikai központban. Füge, azaz a Fiatal Üzletemberek Gazdasági Egyesülete ülésezett Pécset. Október a rózsafűzér hónapja, világszerte 1 millió gyermek imádkozta egyszerre a rózsafűzért, köztük a pécsi Szent Mór iskola központ diákja is. Több mint 200 millió forintból fejlesztették a pécsi egyes számú belgyógyászati klinikát. Egy teljesen új központot adtak át, amit új gépekkel is felszereltek. A transzlációs intervenciós endoszkópos központban mostantól a legmodernebb endoszkópos eszközök mellett altatógépet és intervenciós beavatkozásokat támogató röntgenberendezést is használhatnak az orvosok. Ezekkel a gépekkel a súlyos hasnyálmirigy gyulladásban szenvedő betegeken is tudnak segíteni, de akár a nagyobb sebészeti beavatkozások helyett a jóval kevésbé megterhelő endoszkópos beavatkozások is elérhetővé váltak az új központban. A technikák azok rohamosan, nagyon nagy gyorsasággal fejlődnek, és itt bizony drága technikáktól van szó, amelyeknek a beszerzése és a fenntartása is sok pénzbe kerül. A jelenlegi finanszírozási rendszer mellett ez nyilvánvalóan sem az egyetem, sem a klinikai központ, sem azon belül a klinika önállóan nem tudja biztosítani. Szükség van ezekre a nagy pályázatokra és a pályázati források terhére történő eszközbeszerzésekre. A Pécsi Tudományegyetem egy 1,5 milliárd forintos pályázat keretében 200 millió forintot tudott az eszközök beszerzésére fordítani. Nagyon fontos, hogy megfelelő technikai felszereléssel rendelkezünk, és ennek a beszerzése néha nem könnyű. Ez az eszközpark országosan is egyedülálló, hangsúlyozta az átadón Jenei Zoltán kancellár. Egyszerre próbál javítani a technikai környezeten, megteremti talán a megfelelő működési hátteret. Reményeim szerint egy motivációt is ad abban, hogy az itt dolgozók érezzék a szakmai környezetnek a fontosságát. A PTL klinikai központjának célja, hogy a betegellátás mellett orvosai számára is lehetőséget biztosítson a tudományos előrehaladásra. Az elmúlt időszakban igen sok fejlesztés, több 10 milliárdi fejlesztés került úgy előtérbe, hogy jelenleg is folyamatban bízunk benne, hogy ezek előbb-utóbb beérnek, hisz folyamatoknak megvannak a megfelelő fázisai, és ezek a betegellátás különféle szintjein eredményt fognak hozni. A pécsi egyes számú belgyógyászati klinikán létrejött endoszkópos központhoz hasonló nincs még egy a kelet-közép-európai régióban, így várhatóan nem csak a pécsieket, hanem a régió betegeit is kiszolgálja majd az új egység. Csaknem 10 éve indult az a baráti kezdeményezés, amellyel napjainkban komoly szakemberek, cégtulajdonosok és sikeres vállalkozások ügyvezetői osztják meg egymással információikat, tapasztalataikat. A Füge tagjainak az elsődleges a szakmai és baráti kapcsolatok kialakítása és ápolása. A Füge, azaz a Fiatal Üzletemberek Gazdasági Egyesülete megalakulása óta ugyanazt a lendületet és szakmaiságot képviseli, mint első konferenciájukon. Az egyesületnek jelenleg több mint 30 tagja van, a gazdasági élet különböző szegmenseiből, akik nem csak saját élményeiket és tapasztalataikat, hanem szakmai tanácsokat és üzleti tippeket is megosztanak egymással. A legnagyobb érték az az, hogy nem kötődünk sehová, tehát hogy nem tartozunk senkihez. Ez azt jelenti, hogy a tagok határozzák meg az irányt, az érdeklődést, és ez a barátság köti össze a tagokat, egymást segítjük a mindennapi életben is, hogyha kell, akkor tanácsokkal, segítséggel, tapasztalatokkal, ki milyen nehézségeken ment át, akkor nyilván ezt a tapasztalatot átadja a másoknak, és ez a legnagyobb értéke, hogy barátokról van szó, és összefogva azt hiszem, hogy tovább jutunk minden egyes nehézségen. A tagok számára fontos egymás támogatása, segítése. Nagyjából 10 éve vagyok Füge tag, ennyi idős az vállalkozásunk is. Mi azért csatlakoztunk annak idején ez a közösséghez, hogy hasonló kihívásokkal bíró fiatal vállalkozókkal tudjunk találkozni, és rögtön az elején olyan tanácsokat, olyan
olyan szituációkra megoldásokat találjunk, amiben mások már esetleg jártasabbak. Az egyesület tagjai számára folyamatosan fórumokat szervez, ahol az előre megadott téma szakértőjével lehet eszmecserét folytatni. A tagság szerint a füge legfőbb értéke a függetlenség és a szabad gondolkodás. A függetlenséget emelném ki, a sokszínűséget emelném ki, és az, hogy egy spontán üzleti klub, amiben semmilyen olyan szabály, ami az üzleteléssel kapcsolatos, az nem létezik. Ettől függetlenül működik. Tanulunk egymástól, sokszor üzletek is köttetnek, de elsősorban barátok vagyunk. Számomra ez a füge. A Fiatal Üzletemberek Gazdasági Egyesületébe tagtársi ajánlásra lehet bekerülni. Emellett teljesíteni kell a szabályzatban található kritériumokat. Különleges véradás volt csütörtökön a Pacsirta utcai vérellátó központban. A 30Y zenekar tagjaival találkozhattak a véradók. A beszélgetés és dedikálás mellett zenével is készültek, sőt a zenekar is vállalta a vérdonációt. A véradókra mindig szükség van, ezért a pécsi vérellátó rendszeresen szervez olyan akciókat, amellyel a donorok figyelmét felhívja, ne felejtsenek el újra és újra vért adni. A zenekar 2016 óta rendszeresen visszatér a pécsi vérellátó központba. Ez már a 6. alkalom volt, hogy jelenlétükkel példát mutattak. Világszerte 1 millió gyermek imádkozta egyszerre a rózsafűzért, köztük a pécsi Szent Mór iskola központ diákjai is. Ferenc pápa arra hívta a világ gyermekeit, hogy a misszióban dolgozókért és új hivatásokért imádkozzanak októberben a rózsafűzér hónapjában. Énekkel és vetítéssel kísért rózsafűzér imádságra gyűltek össze a Szent Mór iskola központ diákjai az intézmény kápolnájában. Ők is csatlakoztak ahhoz az 1 millió gyermekhez világszerte, akik október 18-án egyszerre imádkozták a rózsafűzért. Régi hagyomány, hogy október hónapban a rózsafűzért imádkozzuk, és Ferenc pápa külön felhívással fordult a világ fiataljai, gyermekei felé, hogy ezen a napon lehetőleg 9 órakor imádkozzák minél többen a rózsafűzér imádságot. Különösen is felajánlva a missziókért, illetve a Rómában zajló szinódusért, Amazoniáról szóló szinódusért. Az imamozgalmat venezuelai keresztény közösségek indították útnak 2005-ben. Napjainkra nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt az egy időben közösen imádkozott rózsafűzérezés. A meditatív imádságban az angyali üdvözlet monoton ismétlései során az imádkozó az úgynevezett titkokon elmélkedik, amelyeket az adott szakaszban belesző az ima szövegébe. A Szent Mórban vezetett imádság során ezeket a titkokat igyekeztek közelebb hozni a gyermekekhez. Előre próbáltuk kiválasztani már azokat, akik az előimádkozást fogják végezni. Elkészült egy kis kivetített képekből és szentírási szövegekből álló segédanyag is, amit felolvasunk egy-egy szentírási részt, most a világosság rózsafűzérét imádkozzuk. Ferenc pápa felhívásához nem csak a pécsi Szent Mór iskola központ felső tagozatos diákjai, de szerte a városban világi iskolákban hittanórákon, illetve az egyházmegye összes oktatási intézményében is csatlakoztak a gyerekek. Már egészségtudatos süteményeket is választhatnak azok, akik nassolásra vágynak, hiszen a szuper élelmiszernek nevezett őstönköly ízletes és sokféle módon elkészíthető alapanyag. Pogácsa és piskóta, sajtos rúd és habos szelet egyaránt készíthető a teljesen tiszta, más alapanyaggal nem kevert ősi magyar gabonából. Ráadásul az ételek ízén nem érződik, hogy más alapanyagot használtak fel hozzá. Ízletes kínálatból választhattak a szuperételek a nassolás világában előadás résztvevői. A különleges termékkóstoláson úgynevezett őstönkölyből készült sós és édes süteményeket egyaránt megkóstolhattak az érdeklődők. Én azért érkeztem, mert nagyon fontosnak tartom az egészséges életmódot, és úgy érzem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni erre a mai rohanó életünkbe, mert tényleg nagyon fontosak ahhoz, hogy megelőzzük a betegségeket, és hogy hosszú távon
egészségesen tudjunk élni. A kínálatban különféle ízesítésű sajtos rudakat, pogácsát, valamint olasz kekszféléket és lágy piskótás szeletet is találunk. Nem véletlen, egy pécsi cukrászda ugyanis olyan termékcsoportot fejlesztett ki, ami amellett, hogy egészséges, kifejezetten ízletes is. Piacra mi már gyakorlatilag az alakulásunk évében, azaz most már lassan 10 évvel ezelőtt már ekként léptünk be. Én azt gondolom, hogy piacvezetők voltunk már akkor is, jelen pillanatban is, Dél-Dunántúlon egész biztos. A cukrászda most kerekasztal beszélgetést kezdeményezett többek között kórházakkal, dietetikusokkal és a cukorbetegek egyesületeivel, hogy miként lehetne az igényeket kielégítő, legmagasabb szintű finomságokat kifejleszteni és piacra dobni. Pécsről is rengetegen látogatnak Petesmalmára, Magyarország egyetlen olyan vidra parkjába, ahol természetes közegükben lehet megcsodálni a csúcsragadozókat. Nyáron több vidra kölyök is érkezett a parkba, ahol 24 órás felügyeletet biztosított számukra Balog Márta gondozó. Várjuk, hogy a kis csomis időszak elmúljon, és akkor megkóstoljuk a halacskát, és megyünk el a vidraóviba, igaz? A kis Marci 6 hetesen még cumis üvegből evett, horgászok találtak rá Szigetvár mellett még a nyáron. Azt viszont, hogy mi történhetett vele, nem tudni. A fekete dobozt egyik se hozza magával, nem tudom. Nagyon sok esetben van az, hogy a vidramama a saját biztonságuk érdekébe költözteti a kölyköket. És van úgy, hogy a mama elpusztul, megsérül, nem tud visszamenni a kicsihez. A Petesmalmi Vidra Parkban Marcin kívül Bonit is nevelgeti Márta. Ő a kis siheder vidránk, ő most már 2 hete kint van a vidra bölcsibe, de már megtanultunk nagy vidrának lenni, majd hogy nem. Darált pulykahussal nagyon el lehet csábítani. Ez a hely a vidrák álma. Itt egyszerre gyógyítják, nevelik őket, és ha elég érettek, szabadon is engedik a csúcsragadozókat. A közelükbe viszont csak ritkán engedik a látogatókat, ugyanakkor a 21 éves Luca és a 6 éves Bendegúz napi 2-szer is felébred, hogy pár kiló halat elpusztítson. Bendegúz azon kívül nagyon jó madárvadász is. Ugye kiskorában elkapott egy szürkegémet, és félig elfogyasztotta. Úgyhogy pedig a többi vidra általában jól megvan a nagy madarakkal, úgyhogy olyan szépen beletanult a szárazon való vadászásba, hogy 2 éve 2 szürkegémet meg egy fehér kócsagot elfogyasztott. A Somogy Természetvédelmi Szervezet által üzemeltetett Petesmalmi Vidra Park Magyarországon azért is egyedülálló, mert saját természetes környezetükben lehet megfigyelni a vidrákat. Érdekesség egyébként, hogy a legnagyobb populáció a Balatontól a Dráváig ezen a délnyugati részen van. Főpíreink még egyszer néhány mondatban. 200 millió forintos fejlesztés, átadták az új egységet a PTE klinikai központban. Füge, azaz a Fiatal Üzletemberek Gazdasági Egyesülete ülésezett Pécset. Október a rózsafűzér hónapja, világszerte 1 millió gyermek imádkozta egyszerre a rózsafűzért, köztük a pécsi Szent Mór iskola központdiákja is. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Pénteken késő estére 15 fokig hűl le a levegőhőmérséklete Pécsett. Szombaton párásabban, ködösebben indulhat a nap. Napközben marad a napos, fátyol felhős idő. A déli szél több helyen megélénkül, északnyugaton időnként megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul. Vasárnap derült lesz az égbolt, a déli-délnyugati szelet azonban erős lökések kísérhetik. Délután 24 fokot mérhetünk városunkban. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsorvezetőt Láncos Benkő tíma öltöztette.